A járvány felszínre hozta a súlyos digitális megosztottságot Nagy-Britanniában. Majd 18 éves, azt reméli ősztön megkezdheti vegyészmérnöki tanulmányait. De a lezárások miatt az óráinak csak töredékén tud részt venni, mivel hárman vannak testvérek, és mindössze egy laptopjuk van. A helyzet pedig hatással van tanulmányi eredményére és a mentális egészségére is. Ez már kezd kellemetlen lenni, mert a tanároktól folyamatosan kapom az e-maileket, hogy le vagyok maradva. Pedig amíg kollégista voltam, ez soha nem fordult elő. A tanáraim valószínűleg azt hiszik, hogy lusta vagyok, pedig tényleg egyáltalán nem, panaszolta a végzős diák. Birmingham központjában a Heath Mount általános iskolában adományokat, főként laptopokat gyűjtenek, hogy minden tanulónak lehessen saját gépe. Hafsa és Salim Shaikh is vitt számítógépeket az iskolának, de ők maguk is aggódnak azokért a családokért, akiket még nagyobb szegénységbe sodorhat a digitális lemaradás. Nagyon sokan süllyedtek mély szegénységbe, különösen olyan családoknál, ahol a szülők nem beszélik jól az angolt. Ezen a környéken nagyon alacsony az írni és olvasni tudás szintje, úgyhogy nagyon aggódunk nem csak a gyerekekért és az iskoláztatásukért, hanem a szülőkért is, hogy ők hogyan fognak ezzel megbirkózni, mondta a vállalkozónő. A lezárások rávilágítottak a hatalmas digitális megosztottságra az Egyesült Királyságban. Becslések szerint csaknem 2 millió háztartásban egyáltalán nincs internet. 12 millió lakosnak pedig nincsenek meg az alapvető készségei, amelyek a kormány szerint létszükségesek az online munkavégzéshez. Itt Birminghamben sok család olyan döntési helyzetbe került, hogy étel vagy számítógép, mondta az Euronews riportere. Már a kormány állítása szerint csaknem 1,5 millió készüléket juttatott el hátrányos helyzetű családokhoz, sokan még mindig csak várnak a segítségre. Még teljesen bizonytalan, mikor nyithatnak ki újra az iskolák, a szülőkön egyre nagyobb a nyomás.